Kedves Moshimo professzor, mi van a legújabb találmányoddal? Biztos vagyok, hogy óriási lesz. Legnagyobb csodálód, bajkeverő Tomi. Kedves Tomi, túlszárnyalja a legmerészebb elképzeléseimet, de félek, hogy rossz kezekbe kerülhet. Ezért biztos helyre küldöm, ahol megtanulhat igazi kisfiúvá válni. Egy igazi robotboy. Hello, sportszeretők! Ki akar egy régi jó teterbót játszani? A játék lényege, hogy a labdát az oszlop köré csavard, mielőtt az ellenfeled megtenné azt. Tudjuk, apa! Szervágy, Dani! Áú, az arcom! Nem tetszik, Tonimbán, Tomi! Teter, Tomi! Még egyet is kivégzem! Nézd ezeket a tökfejeket, legyőzheted őket! Én is legyőzhetem őket, apa! Beiratkozom, jó? Nem lehet, Doni! Nem akarom, hogy elvond a testvéred figyelmét! Üsd meg alul, üsd meg felül, üsd el, Tetherball, Tetherball! Yeah! Tetherball! Maradj itt és ülj nyugodtan! Beiratlak én! Doni, adj neki egy törőközőt! Szó se róla! Nem szolgálok ki egy ilyen tökfejet! Dani, törőközőt! Mit keresek én itt? Nagyon rosszul játszom a Tetherballt. Bajkeverő Tomi a hármas pályán. Legalább hamar vége lesz. Nem hiszek a szememnek. Mit csinál? Gyerünk, Tomi! Vedd át a vezetést! Igen! Persze, robotboy! Igazad van, fiam? Itt jobban látszik. Voilà! Miért tetted ezt? Mondtam, azt akarom, hogy vége legyen. Hagyd, legalább vége az ostoba játéknak. Óriási hírem van, Tomi. Beadtam a felmondásomat, hogy a személyes edződ lehessek. Megyünk a nemzeti bajnokságra. Lehet, hogy nem kellett volna. Tudod, én nem vagyok jó játékos. Még csak nem is szeretem, de... Tomi, telefon! Egy lány! Bambi! Háló! Szia, Tomi! Bambi vagyok. Elképesztő voltál. Mikor fogsz még játszani? Hát én... megyek a nemzeti bajnokságra. Wow! Igen! Apa! Bocs! Segíts megnyerni! Oké, Tomi! Jól van, drágám! Igazad van! Hogyne! Hello, itt Hank Anderson beszél a Tether pályáról, ahol a Nemzeti Tetherball bajnokság zajlik. Mondtam már neked, hogy ma felhívtak az árvaházból! Ne főnök! Ne küldjél vissza! Megint becsaptalak, te hihetetlenül ostoba! Tudod, Konstantin, fiatal koromban Tetherballász voltam! A hét szenzációja egy új Tetherball csillag. Fiatal, nagyon tehetséges játékos. Tetherball fiúnak hívják, és bajkeverő Tomi a neve. Mi? Tomi nem lehet sportoló? Hidd el nekem, elég jól ismerem. Biztos robotból segít neki. Lehet, hogy ez rajtunk is segíteni fog, hogy elkapjuk robotbolyt. Gyere, el kell készülnünk. Az öklöd szabad kell legyen. Dani, hol van a púder?
Kérdezd meg a Tetherball fiút! Rossz válasz! Tűnés a boltba, és vegyél hintőport! Éhes vagyok. Akarsz egy hotdogot? Persze! Neked nincs hotdog? Közeledik a mérkőzés. Győznöd kell, Tommy! Oh. Adj egy virslit! Elfogyott a virslink? Persze! Ez az ostoba nem is tudja, hogy ezek a hotdog szekerek tulajdonképpen a legkifinomultabb antirobot robotok a világon. De főnök, pont olyanok, mint a hotdog szekerek. Ezt én is látom. Ott kellene lennem, Konstantin. Ha nem törtem volna el a könyökemet fiatal koromban. Tudod, nem is fáj már. Lehet, hogy még nem késő. Nem ajánlom a te korodban. Hallgass! Én nagyon fiatal vagyok! Te maradj itt és indítsd a robotokat! Én megyek, hogy megnyerjem a versenyt! Fantasztikus versenynek lehetünk szemtanúi. Közeledünk a végső mérkőzéshez, bajkeverő Tommy, a Tetherball fiú összeméri erejét egy ismeretlen játékossal, akit furcsa faragatlannak hívnak. Ne! Mit keresel itt? Mindenki játszhat Tetherballt? Ezért olyan hihetetlenül népszerű! Úgy tűnik nekem, mintha kibomlottak volna a cipőfűzőid. Okosabbat is kitalálhattál volna, kamikázi. Jó, lássuk, mit szólsz ehhez. Nos, a játék első perceiben a két óriás kipuhatolja egymás erejét. Önök, a robotok körülvették robotbolyt! Gyerünk vissza a kazikopterhez, és ott várjunk! És elveszítsem a verseny megnyerésének a lehetőségét? Semmiképpen sem! Üres a pálya! Time out! Csaltál! A szabályzat szerint a játékosoknak egy-egy perc szünet jár. Utána visszatérünk. Let's go.
Gyerünk, Ró, menjünk innen. Akarsz kapni díjat? Nem, csaltam. Nem érdemlem meg. Idő! Igen! Én vagyok a legjobb! Most élvezni fogom a percet, amikor lefényképeznek! Utolsó hír. A játékosok panaszt emeltek furcsa faragatlan ellen, mert csaláson érték. Lássuk most, hogyan döntenek a döntőbírók. Ne! Nem tehetitek! Az enyém! Ez azt jelenti, hogy bajkeverő Tomi a győztes. Tomi, gyere, vedd át most már a díjat! A csodában van! Menj és vedd át a trófeát, Tomi! Meg a bolygó. Épp lezuhantatok a galaxis legveszélyesebb helyére. Az Omega bolygó lakóinak nem tetszenek az idegenek. Mindenáron megpróbálnak elpusztítani. A játék lényege, hogy laposra verj mindenkit. Jó szórakozás, ne? Szuperaktiválás. Wow! Nem tudom elhinni, hogy az Omega 2 megvan neked. Honnan szerezted? Nincs még a piacon. Kalóz életem van. Wow! Omega 2. Lehet, hogy Gus mégiscsak egy zseni. Ró, Gusnak megvan az Omega bolygó 2. Lehet, hogy kölcsön adja. Hallod, Ró? Gusnak megvan az Omega bolygó 2. Körbe vesznek, földön kívüliek. Ró? Űrhajó zuhant! Mi? Jól vagy, Robotboy? Robotboy! Kell szabadít, Omega bolygó! Gus? Felhasználtad Robotboyt, hogy lemásold a játékot az internetről. Vírust kapott a programja, és az Omega bolygón képzeli magát. Hé, hey, hát ha segít, hogy legyőzzem a feljebb valót a négyes szinten. Hé, hey, Ró! Láttál 3 méteres földön kívüli csupa a szemgolyókból? Mit csinálsz? Ez gáz! Nem egy utálatos földön kívüli szörny. Legalábbis nem földön kívüli. Jobb, ha felhívom Oshimo professzort. Most vigyázva húzd ki a processzort. Ó, ez Tomi. Hé, Tomi, mit csinálsz? Azt hiszem, egy hálózati vírus, Tomi. Sajnálom. Sürgősen meg kell javítani a Oshimo teleszkópot. De ajánlok egy nagyon jó robotjavítót. Köszi, professzor! Egy megjavítani való robotot? Igen, uram. Jöjjön be. Itt van. Hallgass te, idióta! Az a nagy szerencsét, hogy nincs szakállad! Kész? Ez majd megszabadít a vírustól. Remek! Hogy köszönjem meg? Ó, csinálj egy kávét, ha nem nagyon szabarlak. És talán egy kis majszolni valót? Konstantin! Szállj a forgalomba! Te tökkel ütöd! Hát, tulajdonképpen sietek. Igen, Gus. Mit akarsz? Le akarsz másolni egy másik játékot is? Nem adom oda Robotboyt, hogy lemásold a harmadik bosszút a leszámolást. Azt
mondtam, nem gáz. Pusztít, Omega szörnyeit! Ó, ne! Ó, ne! Na! Ó! Jól vagy, drágám? Tami, az ostoba babát szinte megölt. Bocs, apa! Nem szabadult meg a vírustól. Nagyon furcsán viselkedik. Küldünk egy szakértőt! Rögtön! Ez az! Most jól van? Negatív! Reménytelen! Mi? A vírus az agyáig terjedt. Az agyáig? Amit tenni tudunk még, megszüntetni a fájdalmait. Nem lehet! Nem hiszek neked! Meg kell gyógyulnia! Pusztít, Omega szörnyeit! Ahogy akarod, de a második kiszállás többe fog neked kerülni. Ó, ne! Attól tartok, Robotboy veszélyes ebben az állapotban. Komoly fenyegetés mindenkire nézve, még rád is. Robotboy soha nem bántana. Nem tudhatjuk. De igen! Mind szeretjük Robotboyt, de ezzel a vírussal már nem a mi Robotboyunk. Csak egy pusztító mechanizmus. Nincs más választás. Elküldöm a végső kitörlési programot. Végső kitörlés? De az elpusztítja! Sajnálom, Tomi. Meg kell tenni. Végső törlés, letöltés befejezve. Ha-ha! A tervem működik! Te főnök! Miért akarod elpusztítani Robotboyt? Mintha azt akartad volna, hogy nekünk dolgozzon. Majd dolgozni fog nekünk a sírból! Mikor megállítják, szét fogom szedni, és megtudom a szuperaktivitásának a titkát, és megteremtem a gonosz robotbajok seregét! Ó, főnök, te egy zseni vagy! Olyat mondj, amit nem tudok! Te vagy a legeslegjobb barátom, Robotboy! Bocsáss meg, Ró! Volna, hogy tesződted a szálakat, kamikázi! És Konstantin, fogad részvétem. Robotboy már haladt. Nincs szüksége az én beültetésemre. Beültetés? Látod, nem volt semmi baj vele. Tehát meggyógyult. Igen, de sajnos túl késő. Nem túl késő. Nem használtam ezt. Mi?
Nem tudtam elpusztítani Robotboyt. Úgy tettem, mintha. Vége a játéknak, kamikázi. Munkára, Robotboy! Robotok! Támadás! Igen? Á, Tommy. Szomorú az élet Robotboy nélkül, nem? Robotboy él! Jól van! Nem a vírus okozta, hogy úgy viselkedett, hanem kamikázi! Hál' Istennek! Hadd beszéljek vele! Hát, most nem lehet. Van egy kis ügy, amit meg kell oldania. Pusztít, Omega!